Ebben a pillanatban útjár indul a labda soron következő mérkőzésen az 5. éjszakai labdarúgó tornán, a pályán pedig az FST csapat, illetve a futottak még vannak, világos kékben, az FST pedig ebben a neon zöld szerelésben a pályán, és éppen az ő kapusuk gyűjtötte be a labdát ebben a pillanatban, tehát ebből már láthatják önök is, hogy balról-jobbra FST játszik. Jobbról-balra pedig a futottak még. Mindkét csapat már veteránnak mondható itt az éjszakai labdarúgó tornán, nem először láthattuk őket. Itt szerepel. Hát az FST nevét inkább nem bontom ki önöknek, ugyanis egy rövidítésről van szó, de ez most nem igazán kameraképes, vagy képernyőképes, kifütyülve, mert nem akarom már úgy sem érezni semmit. Önökre bízom, hogy találnak-e a rövidítésre valami olyan szókapcsolatokat, ami kicsit agresszív belépő volt, ami esetleg a csapat neve lehet. A mai feladvány. Ma szabadrugás, az első ezen a mérkőzésen. A második percben. Óriási nekifutás, hatalmas a csattan a játékosan, aki mint sorfal állt ott. Gyors váltás. Ez sem rossz így, bizony. Hát, ez viszont így szerintem. Kint volt szabad. Szabad, azt hiszem attól féltek, hogy ebből büntető lesz. Már még büntető, de nem volt büntető, csak szabadulás. Na nézzük, két tagú sorfal. Nem van az ember a kapufánál, aki nem tudja, mit tervezett, de nyilván megvan a trükk. Nagyon esegettek, és ki is csattant a kapusról. Egészen hátra játsszák, újra fel kell építeni a támadást. Próbálkoznak is vele erősen, eddig jó. A kapus így, aztán ezt a labdát a mitőnök jutott. Jól a vizsgás, elvesztik a labdát. A futottak mégnél. De jöhet az FST. És a kapu már még megy. Egyébben senki így a kapus hozzájátékben egyet, jól értelmeztem a látvány. Nem, valaki a lábban egyszerűen hozzáért. Nem, sorokkodás következik. Egészen hátra majdnem a félpályáig. Jól van. Folytassák. Egyébben mindes volt ott a szituáció. Nem abszolút játékban a túl síp így. Fokos megoldás lett volna, hogyha emelik a labdát időbe a kapus fölött, akár be is mehetett volna, de így nem tette ezt a szívességet. Ez még egy kellemes labda volt. Nem látom a szituációban, a kidobásra figyeltem.
voltak innen, sejtésre vagy a Marlóra. Valahogy csak a földre került a futottak négy játékosa. Ebben viszont állhatta az oldalvonalat, onnan jött a játék. Erre már egyedére sok van a meccsből. Már elszorom ezt annak a játékosnak, hogy megkérdezzel rájönünk-e. Megvan volt körül, azt a jobban rá lefelé. És kapufára állt vissza. Viszont akkor elmenetelni futottam meg oldalról, így van. Egészen a kapusok így játszott meg hátra. Ott a láb az ember. Bravo Norvés! Bravo Norvés! Lesz egy a láb! Zene, akkor miért állt meg szerintem? Egészen biztosan cserélt a festé, ezt a elvégezték itt a... ...oldalról. Mármint oldalról jön a festé. Cserélt gól, mert nem volt. Persze nem kell ilyen gólt rúgni, de... Na, ez most egy nagy lehetőség az FST előtt. Meg tudják játszani? Nem! Az igen. Hát ez egy konkrétan spárgával hárított a labda volt. Egy ember cserélve az FST-n megint. Most nagyjából lecserélődtök körül egész társaság, ha minden igaz. Ott a hírnél nem láttam cserélve, lehet, hogy csak az én figyelmet került el. Az úgy, szóval az lesz. Oldalról lesz. Na, egy kicsit előbb kell találkozni a labda. Tarkó. A sátokat játszanak. Ajjajjajjaj, hát onnan csak be kellene gyújtani a kapuba, ez így nagyon nem jól nézett ki. Pedig megszerezhette volna, futottak még a zárót, és viszont most kellett el roholni hátra. Na, meg is van. A sátánkosan a tempóval jött vissza. Az úgy, hogy most egyértelműen futottak még csapaté. Passza. Most már nincs kint, és ugye lefesté, így van. Közben a mérkőzés lassan felé érkezünk. És eddig sem jó az a meccse. Az idő lassan hűl azért. Ez általában is nem biztos, nem zavarja a bűnbözőségét, ezt nem tudom, hogy van egy hírán, azt úgy most már érjük, ha talán nem is érjük el. Az nagy! Hát a csöndi! Nagyon gyorsan fordul a játék. Kicsit törpörögtek a fiúk, most még mindkét csapat érző, hogy lassan hűnére kellene minden dolgot, mert... Hogy ez egy idő, van az idő. Most már át is léptük a meccs felét. Össze táborikusan nem, inkább biztosan közelére, szép volt a váltás. Ez viszont már kevésbé volt jó labda átvételbe, jöttek belőle. Nem pedig elnéz a pályán, hogy azon az érzés, hogy csak át kéne elnézni a labdát, de nem. Csak mindig van ott egy láb, egy akadék valahol. Egészen hátulról hozzák a játékba labdát, amit ott erre a játékteremben. Hátulról nyilván játékba lehet húzni, közben cserélnek a futottak még csapatánál. Egy ember le, egy ember fel.
frissítenek egy kicsit. Az de jó labda lett volna. Ez egy elég. Ott az Ati, Laci! Ott az Ati! Pont rakam keresztlabda volt. Az igen. Most lepte a kapust, egy pillanatot, de aztán te annyira nem tudta meglepni, hogy ebből gól legyen. Váltanak, cserélnek FST csapatán. Oldalvonától hozzák játékba, de hozzák játékba labdát, de nem jól. Hoppá! Hát ez labda volt Isten igazából, tehát felfortyonás. Labdára ment az a lábizony, csak nagyon rossz helyen akadt be az a labda a lábhajlatba. Labdával együtt találta a lábát, igen, tehát ezt nem lehet vitatni. Csak elment az ő lába hosszabb, vagy legalábbis pontosabban kalibrálva, maradjunk ennyibe, fogadjuk el, hogy ez így jó. Az igen. Szép volt a dövés, meg a kapusa megmozdulása is. Viszont ettől az eredménye változott. Szóval 6 perc van hátra a mérkőzésből. Ami még az a meccs egyharmadát jelenti, tehát nem futottam, hogy soha. Egyébként, ha így maradna az állás már meg dönte, nem, akkor 3-3 döntető lenne a meccs végén. De ebben még erre nem volt példa, mert még egy meccsnek volt gólja. Szóval lefeszült van, akkor beleért egy lába futottak mégből. Sporival való vitatkozás szerintem nem vezet sok jóra, bár ez egy türelmesen vezetik a mérkőzéseket. Nem lesz. Az viszont csúszás. A vizes a fű. Csúszás. Sajátos helyzet volt, a becsúszni nem lehet a szabályok szerint. Ez a szintő egy kicsit. De most a futottak még gyűjtve egy szabadugás lehetőséget. Módszerű. Béke egy a fél pályán. Na nézzük. Így van, hát ott kibírtuk az 5 métert. Itt is illenénk betartani, be is tartatja a játékvezető. Azt a mindenit, hát ez majdnem minden veszélyes, hogy csattant a bokán. Mert így a kapus nem arra mozdult, amerre végül a labda elment. Szögben épp ott csak, de fölé ment a kapunak. Ezt a meglepőt se sikerült összehozni. Mi a futottak még kísérlet lehet. Minden igaz, így van. Ez itt el oldalról. Ez a szöglettől. Na, mi a szemben kívül. Most Norbi, most! Jó a váltás eddig. Jó, így van.
Na mi lesz ebből? Vagy addig játszanak, amíg Bethunnek betörnek gólt, futottak még, vagy lesz egy gyors ellentámadása, és akkor nem ők tudnak gólt rúgni. Ez mindjárt kiderül. Haj, 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 hát azért nem volt szükség. Nem volt játékban a labda, de hát nem jön be jó statom, pedig a variáció sem. Ez viszont bement. Ez viszont bement, az a festés szerző meg a 16. percben az egy bűnás előtt. Én egy kicsit úgy tudok, hogy elmegy a döntetlenül a fejük fölül. Hát azt mondjuk, hogy majd így az van, mert ez itt van. Egészen olyan játék, amit szabad bejátszani. Abban a pillanatban rúgtad egy gólt, már nekiálltak a testénél. Mondjuk egy 2 percen a négy előtt az nagyjából követhető. Egy gól is ebben kellett adni a meccset. Ez volt. Így van. Azt a futott a bélekkel. Szabad lesz. 7 méterre a festék kapujától. Na nézzük. Ez már időn túl, ugye? Még éppen belefért. Eddig most már időn túli lett ez a szituáció. Kérdezte a kollégám, hogy időn túlje. 7 métert adtam, de még annyi sincs. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a sorfalnak majdnem a kapuba kell állni. Ó, gyakorlatilag beállt a csapat a kapuba. Hát hol van ott hely? Jó kérdés, hogy hol van ott hely. Dur! Hát ez várható volt. És itt a vége fussávére. 1-0 a festének, tehát ők mennek tovább. Találunk a 2-es kapatának, nyertek 1-0-ra, és kialakultak.